mikor hazajöttem az iskolából, egyből lementem a pályára. Tényleg nem foglalkoztam vele, hogy mi van otthon, tényleg. Én csak magammal foglalkoztam, tényleg lementem focizni, jól éreztem magam, boldog voltam, mert hogy a labda nálam volt, és így éreztem magam, tényleg nyugodtnak, örültem. Szerény körülmények között éltek, a nevelőapja ideje nagy részét egy közeli bányában töltötte, és kőfaragásból próbálta előteremteni a fia focicipőjére valót, de gyakran még így sem volt elég pénzük. Kleinheisler László egy nehéz sorsú családban nőtt fel Csobánkán. A szüleinek gyakran erőn felül kellett teljesítenie ahhoz, hogy a gyermekük álma valóra válhasson. Kleinheisler pedig magasra tette a lécet, minden vágya az volt, hogy egy napon majd magára öltse a válogatott mezét, illetve hogy az NB1-ben futballozzon. 2 éves volt, amikor azt mondtam, ez a gyerek futballista lesz. Labdával kelt és feküdt, suli után sötétedésig rúgta a bőrt. Tudtam futballozni, az volt a lényeg, volt cipőm, nem kellett semmi más, felkaptam a cipőt és mentem rúgdalni. Semmi nem érdekelt engem. Ha volt, például nem volt jó az oknim, Lukas volt, akkor is abba jártam. Akkor is felvettem, és abba jártam. Tényleg. Nem érdekelt, hogy ki milyen cuccokban, milyen kocsikkal voltak. Kisiskolás korában nem igazán kötötte le a tanulás, így nem is remekelt az iskolában. Volt rá példa, hogy csupán az edzője nyomására sikerült átsegíteni őt a következő osztályba. Ez is jól mutatja, hogy Kleinheislernek a labdarúgás jelentett mindent. Ugyanakkor sokaktól eltérően ő nem a pénz vagy a rivaldafény miatt szeretett volna profi labdarúgó lenni. Az egyik évzárón őt nem olvasnivalóval jutalmaztuk, hanem márkás focilabdával. A szeme felragyogott, és ahogy visszaállt a sor végére, az ünnepség kellős közepén azonnal elkezdett futballozni. Nem a csillogás és a pénz miatt akart focista lenni, hanem mert imádja ezt a játékot. A labdarúgó karrierjét hivatalosan 2004-ben kezdte meg a Pomász csapatánál, majd 2005 nyarán került a 3. kerületi TVE-hez. A 3. kerületnél Novák József figyelt fel rá. Azt mondta az egyik edzői értekezleten, van egy kis vörös gyerek, akit feltétlenül látnom kell. Hallgattam rá, megnéztem, és valóban vaknak kellett volna lenni, hogy ne vegyem észre a tehetségét. Már 12-13 évesen megvolt benne a kellő agresszivitás, amint elveszítette a labdát, azonnal rohant utána. Egyszer 2 hetes nyári tábort tartottunk a gyerekeknek, amelyen arra kértük őket, próbáljanak a gyengébbik lábukkal lőni és passzolni. A többiek nem érezték, hogyan kell leszorítaniuk a lábfejüket, Lacinak viszont egyszer kellett megmutatni, és már lőtt is jobbal-ballal. Nem kellett sokat várni, jött is a várva várt áttörés a pályafutásában. 2006-ban a 3. kerületi klub sportigazgatója, Bognár György edzőként a Puskás Akadémiához került, így magával is vitte a csapat legnagyobb tehetségét. Az ő munkájuk elengedhetetlen feltétele volt annak, hogy válogatott labdarúgó válhasson belőlem. Már akkor ott voltam felcsúton, amikor az akadémiát kezdték építeni, sosem fogom elfelejteni, hogy onnan indult a pályafutásom. 2012 nyarán az akarat ereje és az edzéseken végzett kemény munkája megtérült, 19 évesen leigazolta őt a Videóton. Régebben más volt nagyon. Régebben hát alig volt cipő, nem volt semmi pénz, nem tudtunk venni semmi cipőt. Talán kértem és úgy játszottam, apukám az utolsó pénzét rám pazarolta, és odaadott mindent azért, hogy én most itt játszassak a Videóton csapatában. Bármit megtettek azért, hogy itt lehessek, és majd meg fogom nekik hálálni teljes szívemből. 2013-ban beteljesült az egyik nagy álma, és nem is akárhogyan. Július 28-án góllal debütált a legelső NB1-es mérkőzésén. Erre születtem, nekem a foci a mindenem. Mindent megteszek azért, hogy egy jó futballista legyen belőlem, és külföldön szeretném majd a pályafutásom további részét folytatni. És örülök, hogy idáig eljutottam nagyon. Azonban Kleinheisler László mesebeli története váratlan fordulatot vett. Nagyon rosszul esett, ami Fehérváron történt az elmúlt fél évben. Úgy érzem, a 2014-2015-ös szezon őszén én is tettem azért, hogy a Videóton az idény végén bajnok lehessen. Számítottam rá, hogy a munkámat elismerik azzal, hogy részt vehetek az évad záró banketten. Ehhez képest nem csak a meghívó maradt el, de még az aranyérmemet is elfelejtették odaadni, 2 hónapot vártam rá. 2015 nyarán a Vidi meg akarta hosszabbítani Kleinheisler 2016-ban lejáró szerződését, aki utána ismét a kölcsönadás sorsára jutott volna.
Ekkor éreztem úgy, hogy a Videotonnak én nem kellek igazán, mert ha szükség lenne rám, akkor kölcsönbe sem engednének el. Ha pedig nem kellek, akkor miért hosszabbítsak? Ezután érkezett értem egy ajánlat Lengyelországból, de azt a Videoton nem fogadta el. Az őszi szezonra pedig a második kerethez irányítottak, azonban a meccseken nem játszhattam az NB3-ban sem. Annak ellenére, hogy egy percet sem játszott a 2015-16-os idény első felében, Stork szövetségi kapitány bízott az akkor 21 éves játékosban, 2015 novemberében behívta őt a válogatottba. Megláttam, hogy csörög a telefonom, és válogatott kapitány mondta, hogy benn vagyok a keretben, behív a keretbe. Nem hittem el komolyan, és ugye edzettünk egy hetet Telkiben, aztán kiderült, hogy kezdő leszek a norvégok ellen. Komolyan mondom, ez egy nagyon-nagyon jó érzés volt, és ez számomra egy felfoghatatlan dolog. És hát igen, sikerült megszereznem az első gólt az első meccsen. Ez hihetetlen érzés volt számomra. A norvégok elleni pótselejtező első mérkőzésén egy rendkívül fontos góllal debütált a nemzeti csapatban. Lábbal azt rá is lehet lőni, ma majd Kleinheis lelő, gól! Gól! Ott van! Az Újjánc megszerzi a vezetést! 2015-ben hiába nem játszott egy percet sem a Vidi NB3-as csapatában, kiemelkedő teljesítményt nyújtott a válogatottban, melynek köszönhetően több külföldi csapat is felfigyelt rá. Kevéssel ezután a külföldi álom is valósággá vált Kleinheisler számára. 2016. januárjában leigazolta őt a Werder Bremen. A német kaland nem úgy alakult számára, ahogyan azt eltervezte. Ennek ellenére a magyar Skolz nem adta fel, hiszen tudta, hogy minden erőfeszítése megtérül. A 2016-os EB-n nem elég, hogy Ausztria ellen megszerezte második gólját a nemzeti 11-ben, emellett őt választották a meccs emberének. Az Európa-bajnokságot követően fél évre kölcsön adták a Darmstadtnak, majd a szezon második felét a Ferencvárosnál töltötte. Ezután egy újabb kölcsönjáték várt a magyar játékosra Kazasztánban, az Asztana csapatánál. Ott annyira elégedettek voltak vele, hogy 2018 nyarán végleg megszerezték. Én úgy érzem, hogy az Asztanában éreztem a legjobban magam, hiszen ott nagyon sok mérkőzést játszottam, és tényleg egy nagyon fontos mérkőzéseket is. Jól éreztem magam nagyon, de elmondhatom minden klubomban, jól éreztem magam. Tényleg Németországban is jól éreztem magam, hiszen azért egy Bundesligáról beszélünk. 2019 telén elérkezett jelenlegi állomás helyére az Eszék csapatába. Hazaadom a pénzem egy részét azóta, hogy fizetést kapok a fociért. Ezt nem dicsekvésként mondom, számomra a világ legtermészetesebb dolga, ugyanis sohasem fogom elfelejteni, édesapám mindig azzal bíztatott, tegyem a dolgom, edzek sokat, és nagy futballista lesz belőle. Kleinheisler László példaértékű akaratereje, alázatossága és a lelkiismeretesen elvégzett kőkemény edzés munkája juttatta el oda, ahol most van. Amilyen nehéz körülmények közül tört fel, olyan szép karriert futott be idáig, de még bőven nincs vége. 27 éves játékos a 2021-es Európa-bajnokságon parádés teljesítményt rakott le az asztalra, a franciák elleni bravúros döntetlent követően őt választották a mérkőzés legjobbjának. Ha a jövőben is hasonlóan folytatja, több topligás csapat figyelmét is felkeltheti. Te melyik topligában, azon belül melyik csapatban tudnád elképzelni és miért? A válaszodat írd le kommentben! Ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett, akkor mindenképpen lájkold, további focis videókért pedig iratkozz fel a Félidő YouTube csatornára. Hajrá magyarok, hajrá Félidő!